Elnézést kérek, hogy József nap alkalmából nem hoztunk plusz 20 fokot, de éppen ezért sokkal jobban lehet mozogni a mai alkalommal megrendezett első kertvárosi nagytakarításon, közösségi nagytakarításon, amin nagy szeretettel köszöntök mindenkit, főleg az aktivistákat, akik itt fehér pólóban megjelentek mögöttünk. Akik a mai napon még segítenek minket, az a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, illetve a kerületgazda szolgáltató szervezet munkatársai, és természetesen minden kedves kerületi résztvevő, aki úgy érzi, hogy sajátjának érzi ezt a kerületet és részt vesz ebben a nagytakarításban. Négy helyen folyik a mai nap alkalmában a takarítás itt a kerületben, itt a Sarjú utca 5, illetve a Hév vonal találkozásánál egészen a Sarjú utcát, illetve a kerékpár környékén szedjük össze a szemetet, a Hermina játszótérnél, a Nógrádverőce és Cinkotai út találkozásánál, valamint a Léva utca és Légcsavar utca kereszteződésénél vannak azok a pontok, ahol általában a szemetetet elhagyók elhelyezik a szemeteiket. Úgyhogy ezen a négy helyen folyik a szeméthezés. Nem most kezdődik, már tegnap is elkezdődött, a Bornemissza általános iskola és gimnázium tanulói a Pilóta utca környékén szedték össze 150 fővel tegnap a szemetet, és jövő héten is folytatódik, a 16. kerületi cserkészek Mátyásföldön szednek szemetet. De mielőtt folytatnánk, vagy pontosabban elkezdenénk a szemétszedést, én a jelenlevők számára kérném szépen Olá Csaba urat, hogy a kötelező eligazítást tartsa meg. Tekintve, hogy rutinos szemétszedő csapattal állunk most szembe, vagy együtt szedjük megünk a szemetet, igazából két dologra hívnám fel minden résztvevőnek a figyelmét. Nevezetesen, hogy bár védő felszerelést ugye az önkormányzat, illetve a kerületgazda szolgáltató szervezet biztosított számunkra, mégis arra kérnék mindenkit, hogy csak és kizárólag a kommunális hulladékhoz nyúljunk, azt zsákoljuk be. Nyilván ezek olyan hulladékok, melyeket lehet ebbe a vékonyabb sittes zsákba rakni. Az üveghez, illetve az egyéb inert hulladékhoz ne nyúljunk, azt majd a kerületgazdi GCB-vel, illetve egyéb gépekkel el fogja szállítani. Ezen a helyszínen két irányba fogunk menni, két irányba szedjük majd az eldobált hulladékot, egyszer innen ugye a patak irányába, és utána, ha ott végeztünk, akkor befordulunk ebbe a kis vörös tölgyesbe, és ameddig időnk van, addig gyűjtjük a hulladékot. Egy helyre fogjuk majd deponálni, de azt mi a kollégákkal megoldjuk. Kellemes napot és jó munkát kívánok mindenkinek! Lehet indulni? Lehet indulni, akkor megindulunk arra. Na végig, először...